A Raoul Wallenberg díj alapítói, a névadó szellemiségét követve, a Raoul Wallenberg díj elismerésben immáron negyedik alkalommal részesítik az arra érdemes személyeket és szervezeteket. A svéd embermentőről elnevezett díj adományozásával az adományozók etikai mércét és példát kívánnak állítani a magyar társadalmi és politikai élet elé. Elismerik azon szervezetek és személyek áldozatos munkáját, emberi közösségi magatartását, akik az elmúlt időszakban tevékenységükkel, életútjukkal példát mutattak embertársainknak, a Magyarországon hátrányos helyzetben élő, a diszkriminációt elszenvedők érdekében. A Raoul Wallenberg Egyesület és Alapítvány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetség által létrehozott bíráló bizottság meghozta döntését arról, hogy 2014-ben kik, illetve mely szervezetek kapják meg a Raoul Wallenberg díjat. Felkérem Derdák Tibor urat, a bíráló bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését. Felkérem Karin Olosz Dotter asszonyt, Svédország magyarországi nagykövetét, és Bódis Kriszta író és filmrendezőt, hogy a díj és az indoklás ismertetését követően adják át a Raoul Wallenberg díjat. Szőlősi Gábor. Társaság a szabadságjogokért, TASZ, Érpataki koordinátora. Fizika-matematika szakos tanár. Édesanyjával Érpatakon. Tevékenységére Tódor János újságíró, Raoul Wallenberg díjazott, több cikkben hívta fel a figyelmet. Azóta az illegálisan működő paramilitáns szervezeteknek a Magyar Nemzeti Arcvonal, az Új Magyar Gárda, a Betyársereg, a Nyírségi Őrsereg, a Pax Hungarica mozgalom, stb. A keresztüzében állnak, több életveszélyes fenyegetést is kapott. Háza elleni kődobálás után idén tavasszal boxerrel és késsel támadták meg. Súlyosan cukorbeteg édesanyját kórházba kellett szállítania a megpróbáltatások miatt. A rendőrség egyetlen alkalommal sem volt képes felderíteni az elkövetőket és a megbízóit. Saját és édesanyja életét is veszélyeztetve, egzisztenciájával nem törődve, küzd az új hungarista eszmékkel szemben egy olyan polgármesterrel, aki önkényesen építőkre és rombolókra osztja a község lakóit, és ennek megfelelően is bánt. Bekérem Szőlősi Gábor urat, fáradjon előre a díjátadásra. Köszönöm.